Változatos programokkal színesítik az oktatást a Baptista Szeretett Szolgálat Kölcsey Ferenc általános iskolájában. Tekintsék meg összefoglalónkat! Az mellett, hogy a szorgos hétköznapokban igyekszünk a munkánkat végezni és a gyermekeket tanítani, sok rendezvény színesíti az életüket. Hát, hogy néhányat említsek ebből az utóbbi időben történtek közül. Szabó Balázs énekes volt itt az iskolánkban, aki egy úgynevezett rendhagyó osztályfőnöki óra keretében adott koncertet, külön az alsó és külön a felső tagozatnak. Ez nagyon nagy élmény volt, közben beszél is a gyerekekhez, egy kis érzelmi nevelés is történik, aztán a dedikálás és a CD-k megkapása vétele is élményteli volt. A következő alkalom 2016-ban 20 éves volt a Baptista Szeretett Szolgálat, és ebből az alkalomból egy vándorkiállításnak adtunk mi is helyet, amelyre a város lakosait is vártuk, és voltak is, akik ezzel éltek, ezzel a lehetőséggel. Hát itt megismerhették a Szeretett Szolgálat történetét, az elmúlt 20 évét. A 20 éves Szeretett Szolgálat nagyon nagy rendezvénye volt a Budapest Sportarénában, a Hálás vagyok címmel letett ünnep, ahol összegyűltek a Baptista Szeretett Szolgálat intézményeinek képviselői, itt tanulók is és pedagógusok is, mi is nagy számban vettünk ezen részt. Hát itt megtörtént az értékelés, az erkölcsi elismerések, és egy nagyon színvonalas műsor, ahol Szabó Balázs mellett Pintér Béla, Mező Misi, közismert énekesek énekeltek, és nagyon nagy élmény volt, hogy közel 700 fős kórus énekelt ezekkel a híres énekesekkel, melyek közül a mi pedagógusaink és gyerekeink is ott voltak, és ez nagyon nagy élmény volt számukra is, de nekünk is, mert azért egy ilyen helyszínen ez nagyon szépen szólt. A decemberi télapó ünnepé nálunk tulajdonképpen megint csak a Szeretett Szolgálatnak köszönhetően egy nagyon monumentális eseményhez volt köthető, hiszen kedvezményes jegyeket kaptunk, amely az ötvös cirkusz és az állatkert belépéséhez jogosított bennünket. 300 gyermeket vittünk el, ezzel azt gondolom, hogy felejthetetlen télapó élményhez jutottak, nagyon jól éreztük magunkat, és hát voltak olyanok, akik először voltak akár a cirkuszban, akár pedig az állatkertben. Nagyon nagy élmény volt. Nyáron már több éven keresztül baptista angol nyelvű tábor szokott lenni nálunk. Ez nagyon jó, mert egy hétre a szülőknek is tulajdonképpen a gyermekek elhelyezését megkönnyítjük. Ugye azért a régi nyári napközis táborok hiánya, én azt gondolom, hogy problémás a szülőknek, nem tudják hová tenni a gyermekeiket. Ezért nagyon sokan szoktak igényelni lehetőséget, hogy részt vegyenek a baptista angol nyelvű táborban. Általában 120 fő vett ezen részt az előző években. Erről azt lehet tudni, hogy baptista önkéntesek érkeznek Amerikából, teljes, kidolgozott programmal, eszközökkel, ellátottsággal, és egy hétig programot, illetve ellátást is biztosítanak ingyen a gyermekeknek. Így aztán túljelentkezések is voltak már az elmúlt évben. Akik tavaly voltak itt, ez a Ken Clark nevű baptista lelkész vezetésével nagyon megszerették a gyerekeket, és ez oda-vissza működött. Azóta is Facebook kapcsolatban vannak többen. És ez az ember most januárban Magyarországra érkezett. Igaz, hogy Dunántúlon lett volna programja, de a repülőtérről idejött, hogy egy órát tölthessen azokkal a gyerekekkel és szülőkkel, akikkel a nyáron együtt töltött egy hetet. Nagyon kedvező volt a fogadtatása, egy játékos, dalos, kellemes órát töltöttünk itt együtt. Ezen beszélgetések között ígéretet kaptunk arra, mint nem tudom, hogy merjek-e most megemlíteni, de hogy talán 200 fő lehetőséget fogunk kapni az idei nyáron, és így indítjuk legalábbis a szervezést, és föl fogjuk mérni, hogy hányan igényelnék. Nagyon nagy szeretettel jönnek, nagyon megkedvelték az iskolánkat. Nagyon sok minden vár még ránk, a tavaszi időszak sem tartogat kevesebbet, így a Kölcsey gálára készülünk, amelyre szülőket és gyermekeket várunk szeretettel. Hosszú évek óta nem volt, de most ismét alapítványi bárra hívjuk a szülőket és a város lakosságát április 1-én, minél többen szeretnénk, ha eljönnének.
illetve a gyöngyhalász ki mit tudra utazunk 11 műsorszámmal, 11 kategóriában, és sorolhatnám még a sok-sok eseményt, versenyt, kiállítást, a testvérkapcsolataink, hogy Lugosról jönnek, hogy Tornyosról jönnek, hogy mi megyünk, de erről megy talán később, amikor megtörténtek.